Szia, Tibor, Szilvia vagyok, és szeretnék neked mutatni egy lehetőséget, amivel magánszemélyként is nagyon szép pénzt lehet keresni. Én ezt az egészséges életmód blogot nem pénzkereseti céllal indítottam, hanem azért, mert nagyon rossz tapasztalataim voltak a gyógyszerekkel kapcsolatban. Saját tapasztalatom is, az édesapám a gyógyszerek mellékhatásának köszönhetően jutott odáig, hogy romlott annyira az egészsége és az érrendszere olyan állapotba került, hogy végül is elzáródtak az erején, 85%-ban el volt záródva már a nyakültőre, és egy művesek kezelés következtében nem bírta a nyomást az ér, elpattant és elvérzett. És ezért én mindenkit arra biztatok, hogy lehetőleg gyógyszer nélkül éljünk. Gyógyszereknek sokkal súlyosabbak a mellékhatásai, mint amennyi jó hatása van a szervezetünkre, legalábbis a legtöbb gyógyszernek. És a természetes a gyógynövényekkel és a természetes élelmiszerekkel kapcsolatban viszont annyi pozitív tapasztalatom van, hogy úgy gondoltam, hogy ezeket a tapasztalatokat megosztom másokkal is, és ezért indítottam el ezt a blogot. Viszont régóta keresem azt azokat a termékeket, amikkel tudok segíteni az embereknek, ugyanis az, hogy csak az étkezésünkkel figyeljünk oda az egészségünkre, illetve a gyógyteákkal, az egy nagyon nehéz dolog. Én tudom, a saját családomban pedig én hajlandó vagyok elkészíteni a teákat, olyan élelmiszerekből főzök, vagy a napanyagokból, ami lehetőleg természetesek. Viszont azért magyar konyhán nőttünk föl mindannyian, és csak szeretjük a magyaros ételeket. A gyógyteáknak a fogyasztása az nem mindig nyeri el a családomnak a tetszését, és megértem azt, hogy egyszerűbb bekapni egy kapszulát, vagy meginni egy deci vízbe valami tort feloldani, és azt meginni az egészségünk érdekébe. És engem próbáltak már nagyon sok üzletbe csábítani, viszont hiába természetes étrendkiegészítőkről volt szó, természetes dolgokról volt szó, maga az üzleti része nagyon sok mindenben nem tetszett. Például mutattak nagyon jó termékeket, aminek az aloe vera az alapanyaga, ilyen 10-15-20 ezer forintokba kerültek a termékek, és én úgy gondoltam, hogy én nem fogom ezeket a termékeket ajánlani másoknak, mikor tudom, hogy nekem itt van a szobában az aloe vera cserébe, mint növény, és hogyha bármi problémám van, akár poroggyulladás, hogy elvágom az ujjam, vagy megégetem magam, vagy leborzsolom a térdem, vagy akár a családomban valami ilyen történik, akkor fogom magam és levágok egy fogin sorvadásomat, például az állította meg az aloe. Most, hogyha ha én ehhez a 1500 forintért vásárolt növényhez nyúlok, akkor nem fogok 10-15-20 ezer forintos termékeket értékesíteni, és ugyanígy voltam a többivel is. Arról nem beszélve, hogy a legtöbb üzletben, ahol MLM-es rendszerben értékesítenek, egy általában nagyon komoly feltétele az, hogy az ember jutalékot tudjon szerezni, az, hogy rendszeresen vásárolja a terméket. Most legutoljára például amilyen üzletet megmutattak, ott saját forgalom, saját vagy a csapatforgalomnak minimum 60 ezer forint körüli összegnek kell lenni, és ezt nem biztos, hogy az ember főleg indulásként tudja biztosítani. És nemrégiben megismerkedtem a Fülzen termékekkel, amit mikor megláttam, én azt mondtam, hogy évek óta ezt a termékcsoportot keresem, vagy az ilyen termékeket keresem, ugyanis természetes összetevőkből vannak, és három olyan területet céloznak meg, ami azt hiszem a legtöbb embernek, sőt, nagyon sok embernek mind a három terület problémát okoz.
Az egyik a túlsúlyosok, és nagyon sokan vagyunk, sajnos én is ezek közé tartozom, miután leszoktam a dohányzásról, rengeteget hisztam, és 6 éve kínlódok azzal, hogy a eredeti súlyomat visszanyerjem. Szóval az egyik csoport a túlsúlyosok, a másik az izületi betegségben szenvedők. Nem ismerek olyan embert, aki ne nyögne néha, hogy fáj a derek, a fáj a váll, a fáj a térde. Főleg a túlsúlyosoknál a térdizületek nagyon meg vannak terhelve. És hát a harmadik csoport pedig a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők, ami szintén egy hatalmas nagy tömeget érint. Szerintem az embereknek a 70-80%-a biztos, hogy szenved egy bizonyos kor után már ezzel. És a fülzen termékek, a lecitin, a kollagén és a C-vitamin pont ezeken a betegségeken és problémákon segít. És ezért kezdtem el ajánlani is ezeket a termékeket. És hát a másik fel az üzleti része, ami egy fantasztikus, ugyanis magyar pénztárcához vannak a termékeknek az árai szabva, hogyha valaki csak egyesével veszi meg, akkor is a lecitin és a kollagén, az egy havi adag az 3600 forintba kerül, külön-külön, a C-vitamin pedig 1800, a patika tisztaságú C-vitaminjuk, úgyhogy teljesen pénztárca barát a dolog. És ha valaki szeretné tovább ajánlani, nem is kell vele különösebben foglalkozni, hogyha én nagyon sok embertől hallottam, hogy nem fogyókúráznak, csak egyszerűen elkezdték az izületi problémáik, vagy az egészségük érdekében szedni a termékeket, és úgy fogytak 5-6 kilót pár hét alatt, mert hogy tisztítja az ereket, bontja a zsírt, ezeknek a termékeknek ez a fantasztikus hatása van. És szóval, hogyha valaki szeretne egy kis pénzt is keresni vele, akkor érdemes törzsvásárlóként vásárolni már az első alkalommal. A vásárlásnál mindjárt megmutatom, hogy működik a vásárlás. Ha webáruházba belépünk, mondjuk új vásárlóként, ugye, aki még nem regisztrált, akkor itt felajánlja a weboldal, hogy szeretnénk vásárolni. Fogyasztóként is lehet, hogyha valaki csak egy-egy terméket szeretne vásárolni, de így 20%-kal magasabb árról lehet hozzájutni. Törzsvásárlóként viszont, hogyha valaki ezt választja, akkor 9000 forint értékben kell vásárolni. Viszont ez a 9000 forint, ez ugye 3000 forintért van a lecitin, kollagén, az ízesített és a natur kollagén, és 1500 forint a C-vitamin. Úgyhogy én mindenképpen azt ajánlom, én magam is ezt szedem, napraforgó lecitin, kollagén és C-vitamin, ezekre szükség van a szervezetnek. Akár izületi problémákkal küzdünk, akár ha az érrendszerünket szeretnénk megvédeni, mondom, én nekem nagyon, nagyon rossz tapasztalataim vannak azzal kapcsolatban, és a weboldalamon olvashatsz is elég sok mindent arról, hogy mikkel találkoztam, én magam is, másoknak a tapasztalatairól is írok, úgyhogy azt hiszem a felnőtt lakosságnak legalábbis ilyen 35-40 éves kor után ezekre mindenképpen szüksége van, és akkor ezekből, hogyha mondjuk egyet-egyet bejelölünk, vagy akár a natur kollagén, ami a külsőleg nagyon jót tud tenni a bőrnek, akár a bőr feszesítés szempontjából, izületekre kenve beépül az izületekbe, akár ebből is vásárolni, vagy C-vitaminból mondjuk 2 darabot, ugye a családom minden tagja eszik C-vitamint, és akkor a kosárban 9000 forint értékű termék van, és akkor tovább megyünk a megrendeléshez, szóval törzsvásárlóként. Hogyha így vásárolunk, akkor nem csak egyszerűen olcsóbban jutunk hozzá a termékekhez, hanem jogosultak leszünk arra, hogy tovább is ajánljuk a terméket.
Itt nem kell, mint a legtöbb üzletnél, nem kell minden hónapban vásárolni, hogyha a kisebb mennyiségeket eszünk a termékből, vagy ne adj Isten, nincsen pénzünk rendelni, akkor is, mivel már egyszer törzsvásárlóként vásároltunk, jogosultak leszünk arra, hogy tovább ajánljuk a termékeket. Mi fogsz egy 4-5 kilót, azért az már elég látványos 5-6 hét alatt. Szomszéd azt mondja, megkérdezi, hogy mit csináltál. Egyszerűen megmondod, hogy elkezdtél egy bizonyos terméket fogyasztani, amire, hogyha törzsvásárlóként vásárolsz, akkor lesz egy saját vásárlói linked, amit hogyha odaadsz a szomszédasszonyodnak, vagy bárkinek, vagy ha komolyabban akarsz vele foglalkozni, nem csak így a közvetlen környezetedben, lesz egy vásárlói linked, amin keresztül, hogyha vásárolnak, a rendszer érzékelni fogja azt, hogy tőled vásároltak, és egy-egy ilyen 9000 forintos vásárlás után 2480 forintot kapsz vissza. Akkor is, hogyha esetleg te azt mondod, hogy te nem ajánlgatod, viszont tetszik a termék, és tényleg érzed a jó hatását, akkor fogod magad, és akkor a következő vásárláskor beregisztrálod valamelyik családtagodat, és akkor visszatérítik neked ezt a 2480 forintot. Mondjuk ahhoz két ember kell, egy családtagod, meg esetleg még valaki, de onnantól kezdve minden egyes vásárlás után te ezt a 2480 forintot meg fogod kapni, vagy még magasabb összeget, ugye, hogyha ha magasabb összegért vásárolnak a vásárlóid. Ha esetleg mondjuk olyan üzleted van, hogy kozmetikus vagy fodrász, vagy bármilyen, akár gyógynövényboltod, vagy ilyen termékekkel foglalkozol, hát akkor meg aztán végképp érdemes ezeket a termékeket ajánlani. Nagyon jó tapasztalatok vannak, nagyon jó visszajelzések. Én túl sok mindent egyelőre nem tudok, mert én alig több mint egy hete szedem. Annyit tudok, hogy egyelőre mondani, hogy a fogyókuránál én este 6 után nem eszek, mert ugye napközben az odafigyelek, hogy mennyit és milyen minőségű élelmiszereket. Hogy mióta fogyasztom ezeket a termékeket, főleg a kollagénnek a hatása miatt, nem érzek érségérzetet, nem okoz problémát az, hogy este ne egyek, ugyanis a kollagénnak megvan az a tulajdonsága, hogy nagyon megduzzad a víztől, és elteríti az embert, és ezért csökkenti, vagy megszünteti az érségérzetet, úgyhogy lényegesen kevesebb ételre van szükségem. Mondom, esténként egyáltalán nem okoz problémát, nem érzem azt, hogy elviseltetlenül éhes lennék, mikor lefekszem. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Mondom, itt a többiektől hallom az eredményeket, úgyhogy nagyon jó visszajelzések vannak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha szeretnél ezzel pénzt is keresni, nem csak fogyasztani, akkor keressél meg Skype-on, a Tibusz649 Skype címen, és beszéljünk róla személyesen, hogy neked milyen lehetőségeid vannak, hogy szeretnél ezzel foglalkozni. Van, aki egyszerűen csak terjeszti az ismerettségi körében ezt a lehetőséget. Vannak, akik, mint például én is az interneten mutatom meg az embereknek. Nagyon tetszik itt, ha megnézed a Facebook oldalamat, egy-egy bejegyzést, 22-en lájkolják, 2-en megosztották, 62-en lájkolták, 30-an megosztották, úgyhogy nagyon nagy szükség van ezekre a termékekre, úgyhogy mindenképpen érdemes velük foglalkozni. Ennyit szeretem volna elmondani, és akkor szerintem beszéljünk személyesen a továbbiakról. Köszi, szia!